A hátulülő fiú súlyosan megsérült, de talán tud beszélni és elmondja, hogy mi történt. 1999. július 1-én egy részeg sofőr átlépte a terelő vonalat, és több mint 120 km-es sebességgel belehajtott egy tinédzserekkel teli autóba. Csupán egy túlélő volt. Ez alatt Diane Gurley nem tudott elaludni, mert úgy érezte, Isten mondani akar valamit neki. Állandóan azt a szót láttam, hogy baleset. Tudtam, hogy egy hozzám nagyon közel álló személlyel kapcsolatos. Pillanatokkal később hívták a Riverside-i kórházból, azzal, hogy 18 éves fiát, J.R.-t tragikus baleset érte. Sokkot kaptam a hírtől. Teljesen lebénultam. Annyira valószerűtlenül hangzott. A fiú épp akkor nyerte vissza az eszméletét, amikor az anyja az intenzív osztályra érkezett. Annyira összetört az arca, hogy csak a szemével tudott jelezni. Azt kérdezte, anya, meghalok? Azt mondta, édesem, nem halsz meg. Isten azt mondta, hogy élni fogsz, és hirdeted az ő nagy cselekedeteit. A fiú komoly sérüléseket szenvedett. Az agya megduzzadt, az állkapcsa és a bal keze darabokra tört. Felkészítettek arra, hogy valószínűleg nem éli meg a reggelt. Nem tudtam elhinni, hogy ezt nekem mondták. Olyan valószerűtlenül hangzott. Magamban csak azt ismételgettem. Uram, mentsd meg a fiamat. Ne engedd, hogy meghaljon. A hír gyorsan terjedt, és a gyülekezetből egyre többen kapcsolódtak be a fiúért mondott imákba. Többen is vígasztaltak, és megerősítettek abban, hogy Isten nem hagyja, hogy meghaljon. J.R. túlélte az első éjszakát. Másnap reggel 8 órán át volt a műtőben. Az orvosok megmentették az életét, de a jövőjéről kétségeik voltak. Biztosak voltak abban, hogy agysérült leszek, és hogy soha nem fogom tudni használni a kezemet. A beszédemmel is problémák lesznek, és valószínűleg életem végéig mások segítségére leszek utalva. Egy héttel később a fiú minden keserűségét Istenre öntötte. Hogy engedhetted, hogy ez megtörténjen? Miért hagytad? Megmondtam Istennek, hogy ilyen állapotban nem akarok élni. Ekkor Isten jelenléte nagyon erős lett a szobában, és a Szent Szellem biztosított arról, hogy teljesen meg fog gyógyítani, mintha soha semmi nem történt volna vele. Elöntött a remény és a békesség. Valósággal újjászülettem. Elhatároztam, hogy nem leszek keserű vagy mérges, hanem inkább bízom az Úrban, hogy megteszi azt, amit nekem ígért. Ezután a gyógyulás üteme még az orvosokat is meglepte. Olyan volt, mintha a testem helyre tette volna magát. Minden egyes nap volt valami kézzelfogható javulás. A következő hónapok során J.R. az Istenbe vetett bizalommal csinálta végig a rehabilitációt. Szabályosan éreztem, ahogy az Úr megerősít. Éreztem, hogy az életem új fordulatot vett, és új értelmet nyert. Minden áron végig akartam csinálni, és elköteleztem magam, hogy Istent fogom szolgálni. Egy év leforgása alatt a fiú teljesen felgyógyult a sérüléseiből, még a keze is meggyógyult. Mindent ugyanúgy meg tudok csinálni, mint előtte, mert az Úr meggyógyított. Ma már egy ifjúsági szolgálat vezetője, és sokszor bizonyságot tesz az Úr gyógyító erejéről. Isten hűséges. Meghallgatta az imáinkat. Örömmel tölt el, hogy néhányan akaratlanul is Isten ígéretét ismétlik, amikor rám néznek, és megállapítják, hogy mintha soha semmi nem történt volna velem. Hát persze, hiszen Isten megígérte, hogy így lesz.